A múlt pénteki vihar után számos helyen maradtak letölt ágak, gajak. A megnövekedett zöld hulladék miatt Szegvédváros önkormányzata és a DTKH Profit KFT közös szervezésében rendkívüli zöld hulladékgyűjtés lesz jövő héten. A rendkívüli gyűjtés alkalmával a viharkárok miatt keletkezett többlet zöld hulladékot zsákokban, illetve kötegekben kihelyezheti a lakosság. Fontos, hogy a maximum 70 cm hosszú és legfeljebb 2 cm átmérőjű ágakat, gajakat kötegekben összekötve kell a zsákok mellé, az ingatlan elé kihelyezni. A közterületet nem szennyező módon, a korábban meghirdetett szállítási napon reggel 6 óráig. A DTKH felhívja a figyelmet arra, hogy két centiméternél vastagabb bágakat, gajakat nem tudnak elszállítani. A kertgondozás során levágott fű, egyéb lágyszárú növény, lehullott falevél, a rendelkezése álló zöld színű lebomló műanyag zsákban, vagy bármely más zsákban is kihelyezhető. Ha valaki zsákos zöld hulladékot tesz ki, a járat két darab csere hagyott. A megnövekedett zöld hulladék mennyiség miatt a DTKH kéri a lakosság türelmét, az elszállítás folyamatosan történik, hosszabb időt vehet igénybe.